Mai motivációs kis sorozatunkat rögtön egy kérdéssel kezdenénk, hogy te miért szeretnél rajzolni, festeni, tanulni, vagy ha már csinálod, akkor gondolatba kérlek, hogy menj vissza a kezdetekhez, és gondold végig azt, hogy miért kezdtél el rajzolni és festeni, tanulni. Ennek még lesz jelentősége, hogyha megfogalmazod ezt a választ, mert az előadás végén majd fogok még erről beszélni. Addig is, amíg megfogalmazod a választ, tudatosítod magadba a mi értedet, addig megmutatom azt, hogy mi az, amivel az elmúlt 15 évben találkoztunk, amit a diákjaink mondtak nekünk. Ezzel elmesélem én is az én saját történetemet, hogy miért kezdtem el rajzolni és festeni újból felnőtt fejjel. Itt is érdemes azt megnézni, hogy kinek milyen volt a gyerekkori viszonya a rajzoláshoz. Ugye kétféle módon közelíthettünk a rajzoláshoz, hogy vagy imádta a rajzórákat, sikerélménye volt benne, vagy utálta a rajzórákat és kudarcélménye volt benne. Azok, akik kudarcélményt éltek meg a rajzolással kapcsolatban, ők nagyon sokszor mondták azt, hogy hát én csak egyenemből kaptam ötöst, és csak azért, mert minden másból jól voltam, és nem akarták, hogy bizonyítványomat az rontsa le, hogy ötös, nem vagyok ötös rajzból. És aztán valaki beszólt a rajzodra, akár egy tanár, akár a társaid, és úgy érezted, hogy ez nem volt helyén való, és ez elvette a kedvedet a rajzolástól. Vagy tehetségesnek gondoltak téged, te is tehetségesnek gondoltad magadat, felvételiztél a képzőművészetire, onnan elutasítottak, és egy örök csalódás lett az életedbe, és teljesen abba hagytad a rajzolást. És akkor nézzük azt, hogy akiknek gyerekkorban kudarc élménye volt a rajzolással kapcsolatban, ők miket, miért felnőttként, miért akarnak rajzolni, tanulni újból. Az egyik az, hogy be akarom bizonyítani magamnak és másoknak, hogy erre én is képes vagyok. Vagy egyszerűen csak felül akarja írni azt a gyerekkori kudarc élményt, hogy én béna vagyok a rajzoláshoz, és mindenképpen önbizalomnövelés céljából állnak neki. Egyszerűen csak azt mondja egy tanítványunk, hogy hát azt hallottam, hogy ezzel a módszerrel mindenki meg tud tanulni rajzolni, kíváncsi voltam, hogy igaz-e. Tehát egyszerűen csak a kíváncsiság hajt valakit, hogy kipróbálja, hogy ez valóban működik-e. Aztán azok, akiknek sikerélményük volt a gyerekkorban a rajzolással kapcsolatban, és mondjuk felnőttként az élet az teljesen más felé sodorta őket, tehát felnőttként nem élik ezt a fajta kreativitást, amit gyerekkorban éltek és megtapasztalták a jó élményét. Ők azért állnak neki újból felnőttként rajzolni, mert szeretnének egy hobbit találni maguknak. Vagy azt szokták mondani, hogy ki akarom fejezni önmagam, amikor sokszor képek, gondolatok vannak a fejembe, és azt szeretném lerajzolni, lefesteni. Ugye a szobám falát akarom díszíteni saját készítésű képekkel, munkához kell, akár új munkát akarok találni. Ugye milyen munkához lehet akár a tetoválók, körmösök, sminkesek, nagyon sokszor szoktak jönni tanfolyamra. Vagy van olyan tanítványunk, aki bankban dolgozott, de aztán áttér teljesen a torta készítésre, és a tortákra fest, a tortákat díszíti, és ezért volt szüksége a rajztanulásra. Aztán van, aki úgy gondolja, hogy a kézzel készített ajándék a legjobb, és a családomnak, barátoknak akarok rajzokat, festményeket ajándékozni. Nyugdíjas éveimben szeretnék egy tartalmas elfoglaltságot találni. Ez egy nagyon-nagyon gyakori, amikor úgy érzik az emberek, hogy egyik tanítványunk fogalmazta meg, hogy 38 évig másokért, most végre magamért. A gyerekkorban szeretett rajzolni és festeni, de az élet közepén, ugye a családdal, a munkával volt elfoglalva, és akkor, amikor végre nyugdíjas lett, akkor újra hódolhatott ennek a szenvedélyének. Aztán sokan vannak, akik aktív életet élnek, munkahelyen dolgoznak, családjuk van, és egy stressz levezetéssel, kikapcsolódás céljából, hiszen az előző előadásban is beszéltünk arról, hogy a rajzolásnak van egy ilyen kikapcsoló ereje, ami kivesz a hétköznapokból. Aztán nagyon sokszor találkozunk azzal, amikor valamilyen trauma feldolgozása céljából kezdenek el rajzolni és festeni,
ez a trauma, ez lehet egy betegség, válás, haláleset, és ez az a tevékenység, ami segít kikapcsolódni, és sokan fogalmaznak úgy, hogy ezzel tudták úgy a mentális egészségüket helyén kezelni, hogy elkezdtek mellette rajzolni és festeni. Nekünk az a tapasztalatunk, hogy azok, akik gyerekkorban szerettek rajzolni, felnőttként nagyon sokszor nyúlnak vissza a rajzoláshoz, örömszerzés, kikapcsolódás céljából, vagy ha valamilyen oknál fogva nem úgy alakult az életük, ahogy megálmodták. Csak elmondom én is az én sztorimat, jó? Hogy én azok közé tartoztam, akik gyerekkorban nagyon szerettek rajzolni, sőt a rajztanárom azt mondta, hogy fel is készít a felvételire, és menjek képzőművészeti szakközépiskolába. De aztán a szüleim és az osztályfőnököm azt mondták, hogy akinek ennyi esze van, mert jó voltam az ilyen reál tantárgyakból is, mint matek, fizika, hogy vétek lenne elpocsékolni ezt a tudást, és hogy szerezek valami egy olyan szakmát, amiből később meg is tudok élni. És nyilván az vezérelte, tehát ők jót akartak, nincs is ezzel semmi baj. De végül nem folytattam a rajzolást, és 14 éves koromban fogtam utoljára ceruzát és ecsetet a kezembe. Egészen addig, amíg el nem kezdtem dolgozni, és különböző multinacionális cégeknél dolgoztam, mint pénzügyi kontroller, és az egyik munkahelyemen, tudjátok, amikor így összeszorul a szív, és nem kapsz levegőt, tehát ilyen tüneteim voltak, és egyszerűen nem bírtam azt a stresszt, ami azzal a munkával járt. És akkor elmentünk orvoshoz a férjem, mert akkor még csak párom volt, és akkor azt mondta az orvos, hogy ez menedzser betegség, és szedjek nyugtatót. És akkor még hát 30 alatt voltam bőven, 20 pár éves, és úgy gondoltam, hogy talán nem kellene nyugtatót szedni, és elkezdtem azon gondolkodni, hogy mi az a tevékenység, ami engem kikapcsol, megnyugtat és feltölt, örömet ad, és ez volt a rajzolás. És akkor kezdtem el újból rajzolni és festeni, szándékosan azzal a céllal, ami feltölt, örömet ad és kikapcsol. Tehát nekem ez az én sztorim, az én történetem, hogy miért kezdtem el újból felnőtt fejjel rajzolni és festeni, tanulni. És akkor ennek a segítségével, hogy légy szíves te is, ha még eddig nem tetted meg, akkor fogalmazd meg magadnak, hogy te miért szeretnél rajzolni és festeni tanulni, vagy a kezdetek kezdetén miért kezdtél bele. Akik már több éve tanítványaink vagytok, biztosan ezek a célok folyamatosan változnak, de hogy gondolj vissza, hogy a legeslegelején miért kezdtél bele. És az azért tartom fontosnak, hogy megjegyezd magadnak a miértedet, akár írd is ki magadnak egy ilyen kis posztitra, hogy miért fontos ez neked, mert hogy minél nagyobb és minél erősebb a miérted, annál könnyebb lesz a hogyan. Hogy mit is értek ez alatt, hogy minél inkább fontosabb számodra az, hogy miért szeretnél rajzolni és festeni tanulni, mint például nekem az, hogy kell valami kikapcsolódási forma, és nem akarok nyugtatót szedni. Tehát minél erősebb a miértem, annál könnyebben fogom rávenni magam arra, hogy változtassak a szokásaimon, beépítsem a napjaimba a rajzolást és a festést. Keresek egy olyan tanárt, aki szimpatikus nekem, aki tud segíteni abban, hogy hogyan tanuljak meg rajzolni és festeni. Jó, de mindenképpen tartsd a miértedet a fejedbe, hogyha ez elég erős, ez elég fontos számodra, akkor biztos vagyok benne, hogy meg fogod találni azt az eszközt, azt a módszert, amikor meg fogsz tanulni te is rajzolni és festeni. Sziasztok!